Az ENSZ december 3-át nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává még 1992-ben. A nyíregyházi konferenciát is ennek apropóján szervezték a fogyatékkal élő emberek és a velük foglalkozó szervezetek számára. Az előadások számos témát érintettek. Egyrészt a fogyatékos ügyel kapcsolatos információk, az esélyegyenlőséggel kapcsolatos, az akadálymentesítéssel, hivatali ügyintézéssel, akadálymentes hivatali ügyintézéssel, valamint a akadálymentességgel kapcsolatos, közlekedéssel kapcsolatos információkat hallhatják itt az előadóktól. Az akadálymentesítés a közintézményeknél is fontos, hogy mindenki számára azonos szolgáltatás legyen elérhető, ezt jogi háttér szabályozza. Így van ez a megyei könyvtárban is. Ezeket a kiadványokat, illetve 1900 hangos könyvet is kölcsönözhetnek a fogyatékkal élők, ezek egy részét az intézmény munkatársai készítették. De a könyvtár honlapja is akadálymentesített. Még 10 évvel ezelőtt akkor volt nagyobb lehetőség pályázni különböző szoftverekre, a Braille nyomtatótól kezdve karakterfelismerő, képernyő, felolvasó programokra. Ezeket az eszközöket kevésbé használták itt a látogatók, ezeket átadtuk a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyesületének. Elég jó a kapcsolata ezekkel a szervezetekkel, és különböző rendezvényeket is szervezünk közösen. Nyíregyháza minden fejlesztésnél figyelembe veszi az akadálymentesítést, tájékoztatott a város alpolgármestere. A korszerűsítésen átesett intézmények mindegyikét használhatják a fogyatékkal élők akár önállóan is. Nagyon fontos az, hogy a környezetünket úgy alakítsuk ki, hogy a különböző fogyatékkal élő embertársaink, nyíregyháziak vagy éppen a vidékről ügyeket intéző lakosok el tudjanak jutni minden helyre, és úgy tudják igényben a szolgáltatásokat, hogy ez ne okozzon számukra hátrányt. A fogyatékos személyek jogairól szóló törvényt 1998-ban fogadta el a parlament, így a helyzetük azóta folyamatosan javul, közölte Nagy Sándor, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének elnöke. Az akadálymentesítés sokrétű feladat, nem csak a rámpák kihelyezése fontos, hanem indukciós hurkok telepítése, forgalmi lámpák felhangosítása, kontrasztos feliratok, valamint az infokommunikációs akadálymentesítés is. És nagyon fontos még az akadálymentesítés mellett azt is hangsúlyozni, hogy az akadálymentesítés az emberi kapcsolatokban is meg kell, hogy történjen. Mert az a legfontosabb, én szerintem, hisz társadalomban élünk, emberek között élünk, hogy az emberek ismerjék fel a helyzetet, amikor rászoruló segítséget kér, segítséget szeretne igénybe venni. Tehát, hogyha meglát valaki egy vakembert, akkor tudja azt, hogy hogy kell neki segíteni. Nagy Sándor hozzátette, a KSH adatai szerint jelenleg 81 ezer látássérült él Magyarországon, de mindössze 10%-uk dolgozik. Ezen az arányon kell a közeljövőben javítani. Ennek egyik lépése az oktatás. Az elnök szerint ezt alsós osztályokban szegregált módon, majd integrált közösségekben lenne célszerű megoldani. A rendezvény másik apropója a Fehérbot Alapítvány 20 éves fennállása volt. A szervezet eredményes 2 évtizedet zár, eredetileg hajdudorokról indult, de országosan nőtte ki magát, közölte az alapítvány elnöke. Eleinte csak látássérülteket segítettek, de ma már minden fogyatékkal élő csoport számíthat az egyesületre. Az alapítványnak 2 támogató szolgálata van, egy elemi rehabilitációs központja, amiből az egyik itt Nyíregyházán és a Nyírségben tevékenykedik, illetve a támogató szolgálatából is egy itt Debrecen, vagy itt Nyíregyházán, a másik egy nagy területet foglal magába, Debrecen, Hajdúhatház, Hajdúböszörmény, Hajdúdorog és Hajdúnánás. Itt a napi segítséget nyújtjuk úgymond a fogyatékkal élő embereknek, személyi segítés és szállítás formájában. De rájöttünk arra az évek alatt, hogy nem csak a mindennapokban, hanem a munkavégzésnél is igénylik a segítséget. Az alapítvány a munkahelykeresésben is segít, foglalkozási rehabilitációs csoportot működtet. Ezek mellett anyagondnoki szolgáltatást igényelhetnek a fogyatékkal élők, de közösségi programokat is szervez az egyesület fiatalok és idősek számára egyaránt.